Jó estét kívánok, Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. Még 6 hónapot kaphat az aláírás gyűjtésre a Székely Nemzeti Tanács az Európai Polgári Kezdeményezéséhez. Ez derült ki az Európai Bizottság a napokban hozott rendelettervezetéből. A végső döntést az Európai Tanács és az Európai Parlamentnek kell meghoznia. Átadta a VMS az önkormányzati jelölt listáját Szabadkán, Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István lista néven. A párt teljes listával indul, összesen 67 név szerepel rajta. A lista vezetője Pásztor Bálint, a VMS alelnöke. 5000 lejre bírságolta meg Klaus Ioannis román államfőt az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács. A pénzbírságot Erdély kiárósításával kapcsolatos nyilatkozata miatt kapta az államelnök. A magyarokat sértő kijelentésekért Máriusz Páskán, PMP-s politikust is megbüntették. Híreink bővebben. Még 6 hónapot kaphat az aláírásgyűjtésre a Székely Nemzeti Tanács az Európai Polgári Kezdeményezéséhez. Ez derült ki az Európai Bizottság a napokban hozott rendelettervezetéből. A végső döntést az Európai Tanács és az Európai Parlamentnek kell meghoznia. A Székely Nemzeti Tanácsnak május 7-ig kellett volna összegyűjteni a szükséges számú támogatót a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezéséhez. Az 1 millió aláírás összegyűlt, ám 7 uniós tagállam helyett mindössze 3-ban teljesítették az előírt küszöböt. Az Európai Bizottság ma a honlapján tette közé azt a rendelet tervezetét, amelyben a határidő 6 hónappal való meghosszabbítását kéri minden olyan európai polgári kezdeményezés esetében, amely akadályba ütközött az aláírások gyűjtése során a koronavírus járvány okozta korlátozások miatt. Egy nagyszerű dolog, hogy ha így van, és én bízom benne, hogy így van, hogy az Európai Bizottság ezt a javaslatot előterjesztette. Tehát elfogadták, megértették az indokainkat a kérésben, és bízom benne, hogy a legjobb úton van a kezdeményezés ahhoz, hogy folytatni tudjuk az aláírásokat. Az Európai Bizottság javaslatára az Európai Tanácsnak és a Parlamentnek is rá kell bólintania. Vince Loránd EP képviselő úgy véli, ennek nem lesz akadálya, és leghamarabb júliusban születhet meg a végleges döntés. Az Európai Parlament részéről én leszek ennek a témának a jelentéstevője, hiszen a polgári kezdeményezések általában hozzám tartoznak, tehát én bízom abban, hogy a polgárok ezzel a lehetőséggel nyernek, és általában a polgári kezdeményezések sikeresek lesznek, köztük elsősorban a nemzeti régiók fejlesztéséről szóló. Az EP képviselő elmondta, az Európai Bizottság ma a Minority Safe Pack polgári kezdeményezésre vonatkozóan is megfogalmazott javaslatokat. A járvány miatt elhalasztott közmeghallgatásra azután kerül sor, amint a közegészségügyi helyzet megengedi. Vince Loránd szerint ez legkorábban októberben történhet meg. Átadta a VMS az önkormányzati jelölt listáját Szabadkán, Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István lista néven. A párt teljes listával indul, összesen 67 név szerepel rajta. A lista vezetője Pásztor Bálint, a VMS alelnöke. Az aláírásokat még a rendkívüli állapot kihirdetése előtt gyűjtötték össze, 2560 aláírást mellékeltek. A Szabadkai Szentháromság szobortól indult el Pásztor Bálint és kísérete, hogy a Városházán átadják a támogatói aláírásokat és a jelölt listát Szabadka Város Választási Bizottságának. A VMS köztársasági és tartományi szinten is 4-es számmal indul a választásokon. Pásztor Bálint szabadkai listavezető azt mondta, abban bíznak, hogy a szabadkai városi lista is a 4-es sorszámot kapja. Mi azt szeretnénk, hogyha nem a balkanizáció irányába haladna a város a jövőben, hanem egy olyan közép-európai város lenne Szabadka, amilyen mindig volt az elmúlt évszázadok folyamán. Azt gondolom, hogy jó programmal rendelkezünk. A programot be fogjuk mutatni a következő hetekben a polgároknak, és elsősorban a magyar szavazók támogatására számítunk, de azt gondoljuk, hogy a mi programunk jók a szerbeknek, horvátoknak, bonyavácoknak is, és reméljük, hogy ez egy győztes lista lehet. Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István néven adták át a szabadkai listát. A város területén élő kisnyugdíjasoknak szánt segélycsomagok kapcsán Pásztor Bálint elmondta, sajnálatosnak tartják, hogy a szabadkai önkormányzat vezetése lebecsülte a szabadkai nyugdíjasokat.
A tartományi kormány március 23-án hozott egy ajánlást az összes vajdasági önkormányzatra vonatkozóan, miszerint a 30 ezer dinárnál alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezőknek 2500 dinár értékű csomagot kell biztosítani. Szabadkán sajnos nem sikerült ezt az összeget még csak megközelíteni sem. Azt gondolom, hogy megalázó a szabadkai nyugdíjasokra nézve, hogy 600 vagy 800 dinár értékű csomagot osztott a polgármester akkor, amikor Magyarkanizsán vagy Topolyán vagy Zentán például betartották a tartományi kormánynak az ajánlását az önkormányzati vezetők, és számos más önkormányzatban is ez így történt. Az is megalázó és aggodalomra ad okot, hogy rengetegen jelzik még mindig, hogy nem kapták meg a csomagot, úgyhogy arra szeretnék kérni minden nyugdíjast, aki jogosult erre a segítségre, és nem kapta meg a csomagot, hogy a következő napokban jelentkezzen, és hát remélem, hogy ez a nyugdíjas csomagosztás mindenki számára egy tanulság volt itt Szabadkán. A jelöltlista kapcsán Pásztor Bálint elmondta, annak összeállításakor a nemek arányának tekintetében figyelembe vették a törvény által előírt feltételeket, de arra is odafigyeltek, hogy a falvakból és a város területéről is legyenek képviselőjelöltek. A foglalkozásokat, illetve a korosztályokat tekintve is sokrétű a jelöltlista. Az önkormányzati választásokat a tartományi és a köztársasági választásokkal egy időben június 21-én tartják. 5000 lejre bírságolta meg Klaus Johannis román államfőt az Országos Diszkrimináció ellenes tanács. A pénzbírságot Erdély kiárusításával kapcsolatos nyilatkozata miatt kapta az államelnök. A magyarokat sértő kijelentésekért Márius Páskán, PMP-s politikust is megbüntették. Jó napot, Csolláku! Így nyilvánult meg április végén Klaus Johannis államfő. Magyar nyelvű köszöntéssel gúnyolódva, azzal vádolta meg a szociáldemokrata pártot, hogy el akarja adni Erdélyt a magyaroknak, és feltette a kérdést, vajon mit ígért Orbán Viktor magyar kormányfő a megegyezésért cserébe. Johannis mindezt a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezetnek a képviselőházban való hallgatólagos elfogadása kapcsán mondta, egyszerre ütvén a liberális kormány intézkedéseit bíráló szociáldemokratákon és az RMDS-en. A minősíthetetlen kirohanás miatt az államfőt többen is bepanaszolták az Országos Diszkrimináció ellenes tanácsnál. A Mikó Imre jogvédelmi szolgálat, már Csél Csolákó, a PSZD ügyvívő elnöke és több magánszemély is. A tanács elnöke, Asztalos Csaba híradónknak is megindokolta a döntést. Nem lehet egy kisebbségi nyelvet úgy használni, hogy azt kigúnyoljuk, lealacsony. Másfelől pedig ez a téma, hogy a Erdélyt odaadjuk a magyaroknak, ez a szlogen, hogy magyarok elveszik Erdélyt, vagy a magyarok akarják Erdélyt, ez egy köztudottan a kommunizmus idején alatt használt, nagyon használt, és erre épült a nacionalista kommunizmus, amit 90 után nagyon sokan használtak, etnikai feszültségkeltés céljából, vagy abból a célból, hogy a magyar kisebbséget veszélyforrásként fessék le a többség szemében. Az 5000 lejes bírság egyébként kevesebb, mint az államelnöki bérfele. A döntés ellen 15 napon belül fellebbezhet az államfő, Johannis pedig már be is jelentette, hogy fellebbezni fog. A diszkrimináció ellenes tanács ma egyébként 18 ügyben hozott döntést. Többek között azért is büntetett, mert a Realitatia hírtelevízió egyik műsorában Octavian Hanke csúnyán nekilendült a magyar érdekképviseletnek, amelyet azzal vádolt meg, hogy az összes kormány segítségével elérték, hogy a gyilkosoknak szobrokat állítsanak. Ugyanabban a műsorban Márius Páskán PMP-s szenátor azt mondta, hogy a magyar politikusok Nagy Magyarországot, illetve az autonóm sztálinista magyar tartományt akarják visszaállítani. Őket 2000 lejjel bírságolta meg az Országos Diszkrimináció ellenes tanács. A koronavírus miatti járványügyi szigorítások enyhítését követően, bár lassan, de kezd újraéledni Szlovákia. Megnyitott számos közkedvelt turisztikai célpont is. Fokozatosan nyitnak a múzeumok, galériák, könyvtárak is, az egyénileg bejárható helyek, tanösvények, kerékpárutak, túrautak járhatók, a természeti vagy épített örökségek megtekintése, bebarangolása is engedélyezett. A hegyekben beindították a felvonókat, persze szigorú higiéniai előírások mellett.
Szükség szerint naponta többször fertőtlenítik a szepesi Magura gerincén található lombkorona tanösvényhez vezető kötélpályás felvonó zárt gondoláit. A 2 méter távolság tartása, kézfertőtlenítés, szájmaszk viselése kötelező. Emellett a 10 személyes gondolákban 4 idegen vagy egy csoportban érkezők többen is utazhatnak. Megnyithattak az éttermek, kávézók teraszai is. Az asztalokat minden vendég után fertőtleníteni kell, és azokat a vendéglősnek úgy kell elhelyeznie, hogy meglegyen a 2 méter távolság. Legfeljebb 2 vendég ülhet egy-egy asztalnál, vagy szülők a gyerekeikkel. Magán a tanösvényen is megvan szabva, hogy mennyien tartózkodhatnak. Jelen pillanatban a higiéniai előírások óránként 400 látogatót engednek meg, mondja a Lombkorona tanösvény marketing koordinátora. Ezt nem volt nehéz figyelnie az üzemeltetőnek, a nyitás első napján ugyanis kevés turista érkezett a völgybe. Ahogyan a magas Tátrak kedvelt központjai is, az újranyitás első napjaiban kongtak az ürességtől. A korábbi napok kedvezőtlen időjárása is lehetett az oka, hogy az emberek nem vágytak kirándulni, de a járvány miatt is óvatosak. A hegyi menedékházak közül is néhány fogadja a vendégeket azzal, hogy ablakon keresztül vásárolhatók meg a frissítők, vagy azok a teraszokon fogyaszthatók el. A hotelek, szálláshelyek fogadhatják a vendégeiket azzal, hogy az ételt nem az étteremben, hanem a szobákban szolgálják fel. A fürdők még nem nyithatnak ki. Hogy mikor tehetik, az a járvány alakulásától függ. Szájmaszk viselése, kézfertőtlenítés, jelenleg így léphetünk be Közép-Európa leghatalmasabb erődítményének a területére, a Szepesi Várba. A 2 méter távolságot is tartani kell, legfeljebb 5 fős csoportok indulhatnak a térség leglátogatottabb nevezetességének a felfedezésére. Az idegenforgalmi szakemberek úgy vélik, a közkedvelt turistaközpontokban az idei nyár más lesz, mint a korábbi években. A túraösvényeken, a kerékpárutakon, a hegyekben nem lesz szembetűnő a változás, esetleg annyi, hogy a nagyobb csoportokat kerülni kell majd. A kérdés az, hogy a beltéri sportokat, a gyereksarkokat, a játszóházakat, a wellness-t vagy a fürdőket hogyan lehet majd biztonságosan üzemeltetni, illetve használni. A vendéglátók elsősorban a belföldi turistákra számítanak. Megalakulásának 30 éves évfordulóját ünnepli a romániai magyarság első önálló akkreditált egyeteme, a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem. A koronavírus járvány miatt a jubileumi ünnepséget csak virtuális térben az egyetem közösségi oldalain ünnepelhették az egyetem tanárai és hallgatói. A Párciumi Keresztény Egyetem minden év májusában ünnepli megalakulásának évfordulóját. A Királyhágó melléki református egyházkerület által alapított Súlyok István református főiskola jogutódjaként működő oktatási intézményben az elmúlt 30 évben közel 5000 hallgatónak sikerült oklevelet szereznie. 30 esztendő egy felsőoktatási intézmény életében, ugye nem nagy idő, különösen, hogyha az örökké valóság szemszögéből nézzük a dolgokat, de mégis azt kell mondanunk, hogy nekünk nagyon drága, nagyon kedves, és nagyon hálásak vagyunk mindenek előtt a Jóistennek, másfelől pedig azoknak az embereknek, akik a maguk idejében, a maguk helyén vállalták a kor feladatot, és bemerték vállalni ezt a nemes küldetést, ami akkor sem látszott egyszerűenek, könnyűnek, sétagalopnak. A 2020-21-es tanévre az egyetem intézményi akkreditációja mellett sikerült megszerezni az összes alap- és mesterképzés akkreditációját is. A beiratkozás július 13-án kezdődik, amelyet akár egyetlen kattintással az egyetem online felületén is megtehetnek a jelentkezők. Új szakként egy mesterképzésünk fog most indulni, a tolmács és fordító mesterképzés, amire már most nagyon nagy az érdeklődés és a kereslet, mert hogy teljesen új ebben a régióban ez a mesterképzés. A 30 éves évfordulót ez alkalommal nem sikerült közösen megünnepelni. Párciumi Egyetemi Napok rendezvénysorozat helyett az egyetem tanárai és diákjai a közösségi oldalra feltett régi fényképekkel emlékezett az elmúlt 3 évtizedre. Újvidék központjában zajlik az élet. Családok, párok, baráti társaságok sétálnak az utcákon, vagy üldögélnek a kávézókban. Napközben nincsenek nagy tömegek, többé-kevésbé betartják a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat is. A gyérebb hétvégi forgalom a turisták és az egyetemisták hiányának tudható be.
Újvidék kávézóinak teraszhelyiségei napközben szép idő esetén telve vannak, még a belterek inkább éjjelente telnek meg. Az emberek szeretnének szórakozni, társalogni és kiárni, másrészt a vendéglátóipari egységek is szeretnének haszonra szert tenni. Kérdés az, hogy ez mennyire összeegyeztethető a védelmi előírásokkal. Mindenhol van fertőtlenítős lábtörlő és vannak fertőtlenítőszerek is, minden rendben van. Biztonságban érzem magam. A nehezén túl vagyunk, a többit pedig majd meglátjuk. Reméljük, hogy nem fog visszatérni. Az utcákat, boltokat és kávézókat járva úgy tűnik, az idősebb korosztály itt is óvatosabb és jobban odafigyel a védekezésre. Betartják az előírásokat, a legtöbben maszkot, kesztyűt hordanak. Szerintem az emberek betartják az előírásokat, félnek. Ez még mind ismeretlen. Betartják a távolságot, hordanak maszkot. A szabadban nem kell, de zárt területen látom, hogy mindenki használja. A városvezetés továbbra is arra kéri az embereket, hogy legyenek türelemmel és viselkedjenek felelősségteljesen. Elmondható, hogy az általunk megkérdezett polgárok mindannyian tisztában voltak a védelmi előírások fontosságával, napközben mégis jellemző, hogy a kávézók zsúfolásig tele vannak, ahol a tapasztalatok szerint csak kevesen hordanak maszkot és kesztyűt. Falunapot és templombúcsút ünnepeltek a bánáti tordán. A körülményekhez mérten a megszokottnál jóval szerényebben, csöndesebben. Kevés vendég érkezett a faluba, és persze elmaradt az elszármazottak ilyenkor szokásos hazalátogatása is. Az ünneplés templombúcsúi szentmisével kezdődött a Nepomuki Szent János plébánia templomban, a rendeletet betartva 50 főre korlátozott résztvevővel. A házakban is csak szűkebb körben jöttek össze a családok. Én nekem még tavaly is körülbelül 20 vendégöm volt, akik ki vacsorára, ki ebédre jött, most nem tudom, lesznek-e 3. Az esemény mégis azt mutatja, hogy lassan kezd visszatérni az élet a megszokott kerékvágásba. Torda különben is a rendezvényeiről volt mindig ismert. A lehetőségekhez, a szabályokhoz mérten, tehát a tordaiaknak sikerült mégis megemlékezni erre a napra, elsősorban a falu védőszentjére, és megemlékezni mindazokra a jeles személyekre, akik meghatározzák a falu életét. Ez egy szívós közösség, egy kitartó közösség, mindig példamutató volt. Torda legnagyobb ünnepe a falunap és a templombúcsú, amelyre 3 napos gazdag műsorral várták a vendégeket. A járvány most is mindent felülírt. Szerény, benső módon ünneplünk, tehát másképp, mint az elmúlt időszakban, de azért úgy gondolom azt, hogy lehet, hogy az élet is változik, tehát ez is változik, és megmarad egy olyan benső és családi ünnepnek, mint valamikor volt, amikor nem voltak tehát tömeges rendezvényeink. Ennek is megvan tehát a varázsa, a szépség. Az ünnep mégsem maradt rendezvények nélkül. Megkoszorúzták az első és a második világháború tordai áldozatainak az emlékhelyét, elhelyezték a kegyelet virágait a falu szülötteinek, Dobai József helytörténész és Berényi János növénynemesítő szülői házának emléktábláira, valamint megkoszorúzták a falu központjában álló kopjafát. Szeptemberben magyar óvoda nyílik a felvidéki Nagyszétényben. Az intézmény magyar állami támogatással épült, fenntartója a Zoboralja KHT. A tervek szerint ősszel a bölcsőde is megnyílik, annak engedélyeztetése folyamatban van. A Manocska óvodában már a befejezési munkálatokat végzik. Rengeteg terepmunka, kerítés készítése, bekötőút készítése a közútról, úgyhogy ez is mind már valójában elkészült, és annak ellenére, hogy most minden azért vontatottabban működik, szeptemberre teljes szépségébe ez az óvoda megnyílik a kis óvodások számára. A bútor az még hiányzik az épületbe, de az már kifizetve, megrendelve, kigyártva, csak arra vár, hogy elhelyezzék az épületbe. A nyitrai járásban eddig nem volt önálló magyar nevelési nyelvű óvoda. Egy-egy településen a gyerekek az önkormányzati óvodák magyar csoportjaiban tanulhattak az anyanyelvükön. Az erősen szorványosodó közegben hiánypótló intézményként épült meg az óvoda. A gyermekünk decemberben lesz 4 éves, szeretnénk, ha ide kezdene járni óvodába. Szerintem nagyon fontos, hogy a magyar nyelven
az anyanyelven biztosítsam neki az alapoktatást. Nyitva áll ez az intézmény egész Zoboralja számára. Már most úgy mutatkozik, hogy már egy életképes, erős csoport jelentkezett az óvodába, és mi annak örülnénk, hogy ne csak egy csoport legyen, hanem kettő, de ha egy csoporttal is indítunk, akkor is egy év bizonyítás után szerintem ez növekedni fog. Az intézménybe május végéig várják a jelentkezőket. A beiratkozáshoz szükséges űrlapot a falu honlapjáról és az óvoda Facebook oldaláról tölthetik le az érdeklődők. Az óvoda igazgatói posztjának betöltésére a napokban írják ki a pályázatot. A tervek szerint ősszel az épületben a bölcsőde is megnyílik, annak engedélyeztetése folyamatban van. Nagybecskereken és a városhoz tartozó 22 településen élő, mintegy 17 ezer kisnyugdíjas és a szociális segélyből élő család a napokban másodszor kap segélycsomagot. Muzsián az önkénteseknek köszönve ezúttal is házhoz szállítják az adományt. A második segélycsomag tartalma gazdagabb az elsőnél, és sokat jelent a kisjövedelmű családoknak, különösen az egyedül élő személyek számára fontos a gondviselés. Nehéz volt ez a másfél-két hónap, hogy nem tudtunk kimenni. Amit adtak a végén, hogy egy óra hosszát kimentünk, azt sem tudtuk, hogy most mikor menjünk ki. Muzsián a második körben 1172 csomagot, vagyis a korábbinál 120-szal többet osztanak ki, mivel a rászorulók népsora időközben módosult. A Vajdasági Magyar Szövetség által vezetett Muzsián helyi közösség tanácsa úgy döntött, hogy ezáltal is házhoz fogja szállítani a csomagokat, tehát nem akarjuk kitenni a kisnyugdíjasokat olyan fáradtságnak, hogy sorba kelljen várni a helyi közösség épülete előtt. A jó szervezésnek köszönhetően nekünk vannak önkénteseik, akiket általában a Vajdasági Magyar Szövetség soraiból válogattuk ki, és így ezáltal sikeresen meg tudjuk szervezni. Nagybecskerekváros magyar lakta településein 30-an vállaltak önkéntes munkát. Az elmúlt két hónapban mindenkihez eljutottak, akinek szüksége volt valamire. Nem volt kérdés, hogy az ifjúság segíteni fog. Rögtön a községházán jelentkeztünk, és felajánlottuk a segítségünket. Rögtön aktiváltak bennünket, és segítettünk a munkában. Először is segítettünk a nyugdíjasoknak bevásárolni élelmiszereket és gyógyszereket, amire szükségük van. Ugyanúgy részt vettünk a csomagkiosztásában. Muzsián kívül Szent Mihályon 149, Lukácsfalván 67, Erzsébet lakon pedig 180 csomagot osztanak ki a napokban. A koronavírus járvány miatt bevezetett két hónapos látogatási kényszerszünet után tilalmi listával, de megnyíltak a felvidéki kiállító helyek. Enyhül a járványszigor, kinyitottak a múzeumok. A Betléri Kastély Múzeum parkolója és a Kastély parkja is megtelt hazai érdeklődőkkel. Szerintem ez rendben van. Már lazítani kellett a korlátozáson, csak visszájára ne forduljon a helyzet, mondja ez a kassai látogató. Kicsit meglepődtem, hogy itt ennyi ember van. Nem tudtuk biztosan, hogy a múzeum is nyitva lesz, sorolja a breznói járásból érkezett családos fiatalember. Több hetes bezártság után az embernek a szíve vágyakozik ki a természetbe. Gyönyörű az idő, a park, a Betléri park, minden látogatót szívesen vár. Ötfős csoportokban fél óránként megszokott jegyárakkal látogatható a Betléri kastély. Kötelező a szájmaszk viselés. A bejáratnál lázat mérnek és idegenvezetés helyett részletes tájékoztató anyagot kapnak a turisták. Naponta 14 belépés lehet maximum, 5 ember mehet be egyszerre. Ebből az jön ki, hogy 70 ember a maximum naponta, csak sajnos ilyenkor tavaly már volt úgy, hogy 10-szer ennyi is volt, tehát volt olyan rekordnapunk is, hogy 700 emberen felül volt, és ez éppen 8-án volt ünnepnapkor, tavaly május 8-án. Hát sajnos most 10-szer kevesebb ember mehet be, de viszont az emberek annak is örülnek, hogy egyáltalán nyitva van a múzeum. Mi is örülünk annak, hogy megint megnyitottak a múzeum kapui, de ilyen szigorú intézkedések mellett. A keleti régióba 2019-ben közel 500 000 turista érkezett, ami 18%-os növekedés a 2018-as esztendőhöz képest áll a Kassai Régió Turizmus turisztikai ügynökség értékelésében.
A 2020-as idegenforgalmi idén statisztikája egyelőre kevés jóval kecsegtet a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések miatt. Ennyi fért mai adásunkba, várom önöket a jövő héten is, itt a Magyar Világban. A viszontlátásra!